Április 10. Legyetek fedhetetlenek és tiszták. Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik között fényletek, mint csillagok e világon, életnek beszédét tartva elébük. Filippi 2:15-16. Az igazak mindvégig érintkezni fognak a nem hívőkkel mindennapi kötelességeik végzése közben. Isten gyermekeinek annak dicsőségét kell hirdetniük, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívta el őket. A szívükben izzó mennyei szeretet és a krisztusi összhang megnyilvánulása életükben, mintha csak bepillantást engedne a nem hívőknek a mennybe. Hasonlóra vágyik. Akik az áldásnak ugyanabból a forrásából isznak, közelebb kerülnek egymáshoz. A hívők szívében élő igazság áldott és boldog hasonuláshoz vezet. Így talál meghallgatást Krisztus imája, hogy tanítványai egyek legyenek, ahogy ő is egy az atyával. Erre az egységre vágyakozik minden igazán megtért szív. Minden őszinte, búzgó kereső részesévé válik az isteni természetnek. Lelke megtelik forró vágyjal, hogy megismerje a szeretet teljességét, amely minden ismeretet fölülmúl. Ahogy az isteni életben fejlődik, egyre inkább felfogja Isten szavának emelkedett igazságait. Míg csak a szemlélés által át nem alakul, és vissza nem tükrözi megváltója képmását.